A Mi-24-es talán a világ egyik legismertebb helikoptere. Az alaptípus a 60-as évek végén repült először, későbbi, napjainkban is üzemelő változatai a 70-es években nyerték el jellegzetes, jól ismert formájukat. A tekintélyes teljesítményű és fegyverzetű helikopter félelmetes hírnevét az afganisztáni szovjet invázió éveiben alapozta meg. A 330 km/h sebességet is elérő repülő lőszeres vagon még mindig a világ egyik leggyorsabb harci helikoptere. A Mi-24-es helikopter kifejlesztését az a törekvés indította meg, hogy ötvözzék a Mi-8C támadó és E-harci helikopterek legjobb tulajdonságait egy a feladathoz átalakított, előnyösebb sárkány szerkezetben. Így született meg a Mi-24-es, az orosz repülőgépgyártás történetében első támadó harci helikopter. A Mi-24-es NATO kódneve Hind, ami annyit tesz, szarvas tehén. Nevét jellegzetes alakja és felépítése után kapta. A különleges forma egyetlen célt szolgál, a minél jobb páncéltörő és romboló képességet. Személyzete két fő. A helikoptervezető az emelt hátsó, a fegyverzett operátor az alsó előső, függetlenül nyitható pilóta fülkében kapott helyet. A hajtóművek alatt kialakított utastérben 6 állig felfegyverzett katona, illetve egy kiegészítő üzemanyagtartály fér el. 5 fő és 3 faroklapáttal behúzható 3-pontos futóművel rendelkezik. A főrotor és a rotoragy titánból készült, így ezek még a 20 mm-es gépágyú lövedékeinek is ellenállnak. A helikopter fontosabb részei páncélozottak. A pilótafülke szélvédői és oldalablakai golyóálló üvegből, az üzemanyagtartályok speciális roncsolhatatlan anyagból készültek. Szolgálati csúcsmagassága 4500 méter, hatótávolsága teljes fegyverzettel 450 km. Leginkább egy repülő dízel mozdonyhoz lehetne hasonlítani. A helikoptert két egyenként 2225 lóerős gázturbina emeli a magasba. A 12 tonnás harci madár a légmozgásokra és a légörvényekre fittyet hányva még 300 km/h sebességgel is stabilan repül, életre szóló élményt nyújtva a pilótának és célpontjának egyaránt. A Mi-24-es harci helikopter fegyverzete 24 mázsát nyom, ami Burgonyában is tekintélyes mennyiség. A törzs két oldalán a rövid fegyvertartó szárnyakra nem irányított 57 vagy 80 mm-es rakéták blokkjai, illetve különböző bombák függeszthetők. A szárnyak végein találhatók a páncélozott célok elleni irányítható rakéták rögzítési pontjai. Beépített fegyverzetként altípustól függően egy 4 csövű 12,7 mm-es géppuska, vagy egy 2 csövű 30 mm-es gépágyú áll a személyzet rendelkezésére. A helikopter harctérre gyakorolt hatásairól kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A világ egyik legelterjedtebb és leghatékonyabb támadó helikopterét, a Mi-24-es, több mint 30 országban rendszeresítették. A nullszériás modelleket is beszámítva, legalább 20 különböző változata ismert, amelyek főleg elektronikai rendszereikben és az alkalmazott fegyverzetben különböznek egymástól. Jelenlegi legmodernebb altípusa a Mi-24P, amely már 12 darab AT-6 spirál páncéltörő rakétával, lézeres célmegvilágító és megjelölő rendszerrel rendelkezik. A Mi-24-es helikopter még napjainkban is hatékony fegyver. Számos felújítási program indult korszerű fegyverzettel és repülés elektronikával történő felszerelésére.